A tavaly anyagi okok miatt elmaradt, idén viszont elég pénzt tudott pályázni a Tomcsa Sándor Színház, hogy megszervezhesse a dráma 7. kiadását. Az intézmény igazgatója Nagy Pál elmondta, az elmúlt évek hagyományát követve idén is magyar és román kortárs előadásokat játszó társulatok kaptak meghívást a rendezvényre. A produkciók előválogatás során kerültek be a programba. Jelen lesz a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Kolozsvári Váróterem projekt és a Ground Floor Group, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Jurik Stúdió, a Bukaresti Odeon Színház, a Szentgyörgyi Andrej Mures Sánu Színház, valamint Szerbiából egy igazi különleges előadással, a Bangbannal, az Újvidéki Színház. Te, mint egy éjjeli tolvaj jöttél az udvarunkba vissza, illik ezt? Nem. Te rangodat, sőt, önön rangomat bemocskoltad, hát ez illik. Nem. Egy ártatlan lányt bezártál, gyalázatba kevertél, becsület ez? Nem. Az Újvidéki Társulat ezt olyan módon dolgozta föl Urbán András rendező irányításával, hogy több fesztivál meghívást is kapott, és a Pécsi Országos Színházi Találkozóra is, a találkozón is ott volt, ahol én meg tudtam nézni, és arra gondoltam, hogy ezt nekünk udvarhelyi nézőknek meg kell mutassuk, mert egy olyan feldolgozás is, hogy teljesen beleillik a mi koncepciónkban, ugyanakkor olyan kortárs szöveg is van benne, ami minket, magyar kisebbséget érint. A dráma nem zárt körű esemény, emelte ki Csúrya Csongor, az intézmény művészeti vezetője. Bárkit szívesen látnak az előadásokra és a beszélgetésekre, találkozókra. A több napon át zajló fesztivál pörgést és hasznos kikapcsolódást ígér. A naponta délután 4 órakor nyíló teában Szárdár Tagirovszkivel, Alina Nelegával, Kincses Rékával, Székely Csabával és Sinkó Ferenccel találkozhatnak az érdeklődők. A drámaszakon az előadások alkotóival lehet beszélgetni, valamint két felolvasó színházi produkció is színesíti a programot. Miért akart ártani magának? Jó előadások lesznek, pörgés lesz, lesznek szakmai beszélgetések, amelyek nyitottak, tehát bárki színház érdeklődő jöhet, színház iránt érdeklődő jöhet, ha akarnak találkozni alkotókkal, rendezővel, szerzővel, szintén van rá lehetőség, könyvbemutató is lesz, off-programok is lesznek, gyerekeknek is, felnőtteknek, tehát arra koncentrálunk, hogy minél inkább fesztivál hangulata is legyen ennek az egy hétnek, amit mi tulajdonképpen kortárs színházi találkozónak nevezünk. Jaj, barusában! Repültem a bolt felé! Annyira boldog vagyok, hogy örültem, hogy ott állt. A drámafesztiválra jegyeket a színház pénztárában válthatnak, valamint 80 leírt korlátozott számban az összes előadásra feljogosító bérletet is árulnak. A programról bővebb információt a színház.ro honlapon találnak az érdeklődők. A kortárs színházi fesztivál fő támogatója a Román Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap és az Uniter.